Az elmúlt év őszén több takarék egyesülése révén létrejött Tiszántúli Takarékszövetkezet. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében 120 településen, összesen 132 fiókban várja az ügyfeleket. Nyírbátorban két korábbi kirendeltségét bezárta a pénzintézet. Helyettük egy új fiókot nyitottak hétfőn a városközpontjában. Ez a beruházás 120 millió forintot tett ki. Ugye maga az épületre költöttünk megvásárlásra 60 millió forintot, egy másik 60 millió forint a belső kialakítás jelentette. Ugye itt nekünk nagyon fontos Nyírbátor abból a szempontból, hogy ez egy gazdaságilag dinamikusan fejlődő város, és azt gondoljuk, hogy ezt pénzügyileg is megfelelő módon kell kiszolgálni, és ehhez teremtettünk megfelelő feltételeket a kollégáknak is. Az új fiókban négyen dolgoznak, és a megszokott szolgáltatások mellett egy újdonsággal is várják az ügyfeleket. Alapvetően a klasszikus banki szolgáltatásokat kínáljuk, hitelgyűjtés, betétgyűjtés, hitelnyújtás, számlavezetés, lakosság és vállalkozók részére. Reméljük távlatilag majd az önkormányzat részére is akár. Ezen kívül egy új szolgáltatásunk itt a szép szolgáltatás bevezetése. Úgy tudjuk, hogy Nyírbátorban ez egy hiánypótló dolog. Nyírbátor polgármestere szerint a város fejlődése szempontjából fontos, hogy minél szélesebb körű szolgáltatást tudjanak nyújtani az ott élők számára. Nagyon fontos egy város életében, hogy amikor fejlődik, már pedig Nyírbátor az elmúlt években dinamikusan tudott fejlődni közszolgáltatásokban, gazdasági területen, kultúrában, akkor nagyon fontos, hogy azok a területek, azok a kiszolgáló szektorok is fejlődjenek, ami mindezt teljessé élhetővé teszi a várost. És ilyen szempontból a pénzügyi, gazdasági, banki szektor az egy nagyon fontos terület. A Takarékbank, a Takarékszövetkezet jelen volt a városban korábban is, most viszont egy olyan fiókba költözött, ahol sokkal szélesebb a szolgáltatási kínálat, a nyitvatartás, akár mondhatom a szép szolgáltatást, vagy akár mondhatom az automatákat is. Ezek olyan lehetőségek, amik tovább javítják az itt élők, a környéken élők lehetőségeit a banki, befektetési, lakossági folyószámla területén, és nekünk városvezetésnek nagyon fontos, hogy a lakosok számára ezek a szolgáltatások minél szélesebb körben legyenek elérhetőek. A pénzintézet vezetője még elmondta, hogy több kirendeltségük is megújul még a közeljövőben.